A bölcs fiú enged atya intésének, de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem áld. A példabeszédek könyve 13. fejezet első versét idéztem. Óriási témakör ez az emberi beszédről szóló havisorozatunkban, hogyan is bíráljunk, hogyan is fedjünk, hogyan is dorgáljunk a családban vagy családon kívül, és a másik oldal, hogy hogyan is fogadjuk el a fedést, az intést, a dorgálást. Két hatalmas témakör. Az elsőről már beszéltünk, hiszen felidéztük János Evangélium a harmadik és negyedik fejezetében Jézus magatartását, hogy Jézus hogyan és mikor feddett, mikor dorgálta meg Nikodémust, és mikor a samárjai asszonyt? Csak azután, miután már vágyakoztak az igaz utat követni, soha nem szabad embereket rossz állapotukban inteni és feddeni, vagy csak egy százalékban, amikor nyilvánvaló és ormótlan gonosz dolgot tettek és cselekedtek, és nyilván mondhatnám, egy köztörvényes bűnt elkövet valaki, akkor nem hallgathatok, akkor azt kell, hogy mondanom, hogy te miért ölted meg a másik embert, miért loptad meg a másik embert, miért törtél be a házba. Tehát akkor meg kell mondani, de amikor az élet napi folyásában emberi hibák elébünk jönnek, és szeretnénk valahogy megmondani, de szeretetteljes intéssel az igazat, ami javára válik a másik embernek, soha ne felejtsük el Jézus példát, csak akkor fedd, insd, figyelmeztes, dorgáld a másik embert, akár fiatal, akár idősebb, amikor, hogy szokták mondani, jó paszba kerül, amikor, amikor fölfelé megy már a gondolkodás, amikor már fölfelé tekint, amikor már maga is szeretne valahogyan megszabadulni a rosszul, és ennek jelét is adja, akkor lehet feddeni. Na de hogyan fogadjuk a feddést, hiszen mi se vagyunk tökéletes emberek, mi is rá vagyunk szorulva a feddésre, a fedést. Örömmel kell fogadni. Holnap majd a zsoltárok könyvéből olvasom a csodálatos igét, és egy kicsit mélyebben is körbe járnánk és elmélyülnénk benne, hogy ha igaz fed engem, jól van az, ha dorgál, mintha fejem kenné. Örömmel kell fogadni az igaz fedéseket, hogy legalább mások is foglalkoznak velünk, mások is gondolkodnak az életünkön, és. Ha ők igaz módon feddenek, hát ez ünnepély, hogy méltatnak már arra, hogy megmondják az igazat, nem, nem a hátunk mögött, nem egy harmadiknak mondják, hogy te ez az ember ilyen meg olyanam, hanem elmondják a, a, a szemünkbe. Tehát itt baj van az életed, de már többször láttam nálad ezt a megnyilvánulást, ha így közelítenek emberek hozzánk, vagy ahogy én szoktam ajánlani, kérdezzük meg először azt, hogy elfogadsz feddést szóbász azzal, amit mondani szeretnék neked, mert ha nem, akkor nem mondom. De ha igen, én tényleg szeretettel mondom, én tényleg lehet, hogy nem egészen jól látom, de én így látom, én szeretettel mondom, és téged is fölhatalmazlak, mondhatja a szülő a gyermeknek, hogy én most elmondom a te életedről, amit látok, de természetesen te is elmondhatod, ha igaz módon mondod el, hát akkor, akkor örülök neki. Hát Dávid még annak is örült, és ez mutatja, mennyire hívő ember volt, és emberi nagyságát, hogy sémei port szórta az úton rá, köveket dobált rá, és azt mondta, te vérszopó és álnok ember, most menekülnöd kell a fiad elől, mert hát ezt is ezt csináltad, a Becsábé esetet felidézve, és a gyerekeid is ellenet fordultak, és mondta Abisai, hogy levágjam ezt a kutyát, király, Tedd vissza hüvejébe, kardod a tabisai. az urszája szólt. Mert amikor kellemetlenül mondanak meg valamit, amikor gorombán mondanak meg valamit, akkor is az urszája szólhatott, és akkor is fogadjuk el a fedést. A fedést elutasítani akkor, amikor kedvesen mondják, hát, az, az, az szinte égbe kiáltó bűn. De a fedést akkor elfogadni, amikor gorombán odavágják nekünk. De van benne igazság mag, vagy valami igazság, hát akkor is fogadjuk el. Ezt kívánom mai napotokra is.